Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez az újabb Aftervlog adás, és méghozzá egy olyan témában, ami nagyon sok indulatot és nagyon sok érzelmet kavart a Magyar-Cigány témájában. Nagyon sok levelet, nagyon sok üzenetet kaptam, ezt mindig el szoktam mondani, de ebben az esetben is tényleg így történt, úgyhogy bele is vágnék, ha megengeditek. Az első kérdező az Pali aki azt mondja, kedves Gábor, valóban úgy gondolod, hogy a cigányság többségénél a szép szó és a párbeszéd elősegíteni a cigány magyar együttélés pozitív irányba való terelését. Amikor többször tapasztalattuk, hogy a legtöbb esetben a magabiztos határozott, olykor radikális helyi vezetés által sikerült beilleszkedniük ezeknek az egyéneknek a társadalomba. Gárda alapítóként hitelesnek tartott, hogy szalonképesen a cigány értelmiséggel egy százalék próbálod rávenni a többit, hogy nem csak jogaik vannak, hanem kötelességeik is. Szélső jobb indulva. Köszönöm megtisztelő válaszod. Hát az a helyzet, hogy igenis hitelesnek tartom, hiszen azt gondolom, hogy az én utam az egy nagyon tanulságos út. Soha nem tagadtam, hogy sok mindenben megváltozott a véleményem, de mindenképpen korábban is, és most is azt vallottam, hogy a cigánságnak olyan vezető értelmiségre van szüksége, aki valóban felelősséget vállal azért a közösségért, amelynek a soraiból érkezett. Ezt a gárda időszakában is így gondoltam, és most is így gondolom, ezt bárki nyugodtan visszakeresheti. Úgyhogy ezért is ülök le olyan emberekkel, olyan személyekkel, olyan cigány emberekkel, akikről úgy gondolom, hogy a saját közösségükben befolyásolni tudják a gondolkodást, hatni tudnak az emberekre, és akinek tetszik, annak tetszik, akinek nem tetszik, annak nem tetszik, de ezután is ezt fogom csinálni. András a következő. Kedves Gábor, még mindig támogatod az önfenntartó börtönöket, amit a Jobbik 2010 környékén nagyon szeretett volna? Kedves András, igen, támogatom továbbra is, azt gondolom, hogy az önfenntartó börtön az egy jó ötlet. Andrásnak van még egy kérdése. Még mindig támogatod, és a jobbik is támogatja, hogy azokat a gyerekeket, főleg cigány származásúak szoktak lenni, akik nem tudnak beilleszkedni, mert bűnözői családból származnak, őket el kell venni a szüleiktől, és bentlakásos iskolába kell adni. Erről se beszél a jobbik mostanság, pedig én támogatnám. Tudomásom szerint a jobbik továbbra is támogatja a bentlakásos iskolát, egyébként én magam is, Bizonyos esetekben is ez mindig is így volt. Vannak olyan szituációk, amikor egy gyermek a családban olyan környezetben él, olyan környezetben kénytelen élni, ami az ő beilleszkedését, fejlődését nemcsak hogy akadályozza, nem szinte lehetetlenné teszi. Na, ilyen esetekben kell szakembereknek dönteni erről, őket bentlakásos iskolába helyezni, ahonnan csak bizonyos időközönként, akár hétvégenként, akár havi egy-két-három alkalommal térhetnek vissza a családjukhoz, ami Valamilyen szempontból persze embertelen dolognak tűnik, de nem az. Pontosan arról szól, hogy a gyermekek fejlődését semmilyen zavaró körülmény vagy sajnálatos családi környezet ne akadályozza. És én ezt támogatom. A következő kérdező az Gilbert. Szervusz Gábor, egy kérdésem van: mi lesz a nagy többséggel a cigánságon belül, aki nem akar integrálódni? Pontosan ez a feladat. És én pontosan azért keresek, hiteles cigány vezetőket, hiteles cigány értelmiségieket, mert úgy érzem, és azt gondolom, és ebben biztos vagyok, hogy igazam van, hogy a cigányság többségének, vagy nagy részének a megszólítása csak rajtuk keresztül történhet. Amíg nincsenek olyan hiteles értelmiségi vezetői a cigány közösségnek, akire a saját közösségük is hallgat, addig nem várható eredmény. Ezért vannak ezek a beszélgetések, ezért vannak ezek az interjúk. Tudom, hogy amit én teszek, az csupán egy fűszál, ebben a nagy feladatban, de a magam kis fűszálát oda akarom tenni. A következő pedig Patrik. Több cigány politikusra volna szükség, hogy többen legyenek, akik az ő értékeiket, érdekeiket képviselik, és akikről példát vehetnek, akiket követni tudnak. A Magyarországi Cigány Párt erre szerintem alkalmatlan, és nem is csak pártpolitikusokra, hanem polgármesterekre, iskolaigazgatókra, egyéb cigányvezetőkre is szükség lenne, szerintem. Mi a véleménye? Nagyon rövid leszek, Patrik, egyetértek. Dávida, következő. Kedves Gábor, ön szerint hogyan lehetne finoman, mégis hatásosan beszélni a környezetünkben élő romákkal, hogy a zajos hangoskodó életmódjuk zavar minket? Mi lehet a megoldás a szomszédságunkban élőkkel való békés együttéléshez? Hát nagyon nehéz a kérdés, és tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan szituációk, ahol igazából. Tényleg nagyon nehéz megoldást találni. A szép szó az kevés, a hangos szó az nem megfelelő, vagy nem, visz, nem vezet eredményre. Ilyenkor azt gondolom, hogy tuti megoldást javasolni ebben a helyzetben, amiben most én itt ülök, nem lehet. Nem ismerek egy csomó körülmény, nem ismerek egy csomó feltételt. Egyet tudok javasolni és mondani, meg kell találni olyan helyi cigány embereket, cigány vezetőket adott esetben, akik talán tudnak hatni azokra a családokra, akik ezt a fajta tevékenységet, életformát gyakorolják, végzik, és akik zavarják az önök életét. De még egyszer mondom, tuti receptet sajnos egy ilyen kérdés nem tudok adni. Tamás, aki a következő kérdező, nem lehetne inkább értelmesebb dolgokkal foglalkozni? Tudom, hogy szavazók kellenek, és el kell édesgetni Orbántól őket, de van ennél fontosabb is. Tamás, a utolsó mondatrészsel egyetértek, nagyon sok olyan dolog van, ami még ennél is fontosabb, de ez is egy fontos kérdés, és van egy nagyon súlyos tévedés már eleve a kérdésben. Én jelen pillanatban nem politikusként ülök itt, és nem politikusként válaszolok a kérdésekre, nem politikusként készítem az adásaimat, úgyhogy semmilyen szavazószerzés engem nem motivál. Engem jelen pillanatban egy dolog motivál, találni olyan ügyeket, amik problémásak, ahol, amik megoldásra várnak, és ezekkel az ügyekkel foglalkozni, és a magam nézőpontja, a magam tudása szerint megoldásokat ajánlani. Ezt fogom tenni, ha tetszik, ha nem. Tibor jön. Szerinted valaha meg lehet szüntetni ezt az ellentétet? És mi a véleményed erről az autonómia dologról? Hát mondjuk, ez sem a békülés szolgálja. Szerintem minden ellentétet meg lehet egyszer szüntetni, még akkor is, hogyha nagyon nehéz. Persze én sem vagyok idealista, nem várom azt, mint hogy a világban sehol sincsenek olyan társadalmak, olyan közösségek, ahol ne lennének problémák. A probléma mindig lesz. Azt gondolom, hogy az a szint, amit viszont ez a probléma ma jelent, az sokkal kisebbre lehetne csökkenteni. Mi a véleményem az autonómia dologról? Rettenetesnek tartom. Elutasítom az autonómiát, szerintem nem ez a megoldás, nem az a megoldás, hogy Magyarország területéből újabb kihasítások történjenek. Volt már nekünk egy trianonunk, nincs szükségünk másodikra. Ádám jön. Kedves Gábor, a 10-es illetve 14-es választási programok mely cigányságra vonatkozó pontjai azok, amelyek másképpen szerepelnének egy újabb, általad vezetett párt jövőbeni programjában, és miért? Köszönöm. Kedves Ádám, először is kezdjük azzal, hogy nem készülök pártvezetőnek és pártpolitikusnak, úgyhogy ilyen értelemben a kérdés rossz, de a tartalmi részére mindenképpen szeretnék reagálni. A Jobbikot nagyon sokan cigányellenes pártnak titulálták, és persze komoly konfliktusaink is voltak különféle cigány szervezetekkel, cigány vezetőkkel, vagy akár cigány emberekkel is helyben. De akár a 2010-es, akár a 2014-es jobbi programot megnézi valaki, ha veszi a fáradtságot, és elolvassa annak a program részét, akkor azt fogja találni, hogy az valóban szakmailag alátámasztott, kidolgozott és megfelelő jó program. Ezt nem én mondtam, hanem egyébként szociológusok is, akik valóban megvizsgálták, úgyhogy én mind a mai napig a 2010-es és 2014-es Jobbik program programnak az ide vonatkozó pontjait nagy részben tudom vállalni. És egyébként a Jobbik programnak a többi részére is igaz. Nikolász a következő kérdező. Véleményed szerint mi lenne a legelső lépés a cigányság felzárkóztatását illetően? Hát az első lépés szerintem az lenne, ezt egyébként a 2010-es és 2014-es időszakban is elmondtam, hogy végre kezdjünk el őszintén, tabuk nélkül és indulatok nélkül erről a kérdésről beszélni. Hozzáteszem, hogy ez is egy olyan mondat, ami szinte minden egyéb magyar problémára ráillene, Magyarországon sajnos nem tudjuk a problémáinkat, nem tudjuk a kérdéseinket értelmesen megbeszélni. Ezt a kérdés sem. Bárki, aki fölveti bármelyik oldalról, azonnal ösztűzben találja magát. Én most ebben az ösztűzben találtam magamat, de örömmel vállalom. Erzsébet, miért kell mindig gyűlöletet még erősebbé tenni, szítani a tüzet, nagyon csúnya dolog. A magyar embereket egymás ellen uszítani, undorító és unalmas, Isten szemében egyformák vagyunk, tegyetek ti is így. Kedves Erzsébet, nem tudom, hogy eltévesztette esetleg a a, a bejegyzést vagy a posztot. Én pont nem ezt teszem, amiről ír Erzsébet, úgyhogy javaslom, hogy nézze meg azokat a videókat, amiket valószínűleg nem nézett meg, csak alá kommentelt szokás szerint. Nagyon sokan csinálják azt, hogy meg se nézik a videót, is alá kommentelnek így indulatból, düböl, vagy korábbi előítéletekből fakadóan. Én arra kérem Erzsébetet, hogy nézze meg azokat a videókat, amiket ebben a témában készítettem, és akkor látni fogja, hogy az, amit itt most kérdez, az nem állja meg a helyét, egy kis csacskaság. Szabolcs, az utolsó kérdező, tisztelt volna Gábor. Hadd kérdezzem meg, hogy a Jobbik, illetve a Magyar Gárda a nagy nacionalista elvektől hogyan jutott el az ilyen mértékű cigány Olyan nincs, hogy meggyőződéssel hirdetek, állítok és küzdök valamiért, aztán hirtelen az ellenkezőjét cseleksem. cselekszem. Ez nem egy foci meccs, ahol hol ennek, hol annak szurkolok, mert éppen olyanom van. Hát kedves Szabolcs, pont fordítva gondolom. Én mindig is a Real Madridnak szurkoltam, és ezután is a Real Madridnak fogok szurkolni, nem szoktunk általában fociklubok szurkolásával kapcsolatban változni, viszont az embernek a véleménye sok mindenben megváltozhat. Ha 12 évnyi pártelnökség és 8 évnyi parlamenti politizálás után én ugyanazt gondolnám ma is, mint mondjuk 2006-ban, amikor először lettem a Jobbik elnöke mindenről, akkor az azt jelentette volna, hogy 12 évig semmivel kapcsolatban nem tudtam fejlődni. Szerintem a változás nem szégyelni való dolog. Én beismerem, hogy sok mindenben változtam, de van egy nagyon fontos dolog, amiben nem. Ez pedig az, hogy Magyarország a hazám, ez a hazám, ez az egyetlen egy hazám, ez az ország nekem nagyon fontos, ez a nemzet nekem nagyon fontos, és a javát akarom, a problémákat akarom megoldani. És hogyha ezen gondolkodásom, aktivitásom közben bármiről úgy érzem, hogy nincs igazam, akkor én nem szégyellem ezt bevallani. És sok dologban lehet, hogy nem volt igazam, sok dologban igazam volt. Egy dolog biztos, a változás jogát én mindig fent fogom magamnak tartani, ebben a kérdésben is. És elegem van abból, hogyha valaki, megpróbál kilépni a lövészárkokból, akkor azonnal címkézni kezdik. Ma a jelen pillanatban erről a kérdésről sem lehet értelmesen beszélni, mert vagy azt mondja az egyik oldal, hogy cigány simogatás, azért, mert leültem cigány emberekkel beszélgetni, vagy a másik oldalról azt mondják, hogy fasiszta is miért szítja itt a tüzet, miért foglalkozik ezzel a kérdéssel, és próbál úgy tenni, mintha nem lenne probléma, pedig probléma van. Úgyhogy én továbbra is azt teszem, amit eddig is tettem, őszintén tabuk nélkül, ha kell vitát kavarva, vitát generálva, de foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, azt hiszem, hogy jó úton járok, ugyanis a visszajelzések többsége arról szólt, és arról győzött meg, hogy van, van igény, hogy erről a kérdésről, a magyar cigány együttélés problémájáról bővebben beszéljünk. Ezt fogom tenni a jövőben is, ahogy ígértem, benneteket pedig arra kérlek, hogy kövessétek tovább a vlogomat. Aki még nem iratkozott föl, akár a Youtube-on, akár az Instagramon, akár a Facebookon követhet, akár a Twitterem, tegyétek, kövessetek. Ha kérdésetek, véleményetek van, azt mindig írjátok meg, és jövő héten újra találkozunk.